Nézzük meg, hogy a növényi szárban mely szöveti elemek biztosítják az anyagszállítást. A szárnak egyrészt feladata a növény többi részének a tartása, azon kívül az anyagszállítás. Ezt az anyagszállítási funkciót a szállító szövetek végzik. A mikroszkópos metszeti képen tök növényből készült szármetszet van beállítva. A szárban a szállító szövetek edényalábokba tömörülnek, a metszeti képen egy hosszmetszetet látunk. Itt a háncs résznek a rostas sejtjeit láthatjuk. Ezek a rostas sejtek rostacsöveket alkotnak, és ezekben a rostacsövekben szerves anyag szállítódik. A növény, amikor felveszi a talajból a vizet és a sókat, azt a másik szállító szöveti elemben, a farészben szállítja. A farészt alkotó vízszállító sejtek és hosszú csövekké rendeződnek, és ezekben a csövekben a vízszállítása mindig a gyökértől a levelek irányába történik. Ezeknek a különböző anyagoknak a funkciója majd a levélben az lesz, hogy a növény, mint autotróf szervezet, a szervetlen összetevőknek a segítségével szerves anyagot fog szintetizálni. És ez a szerves anyag szállítódik a metszeti képen látható rostasejtekben. A metszeti képen itt láthatók a rostasejtek, amelyek egymás alatt, fölött, hosszanti irányba rendeződnek. Itt ezekben a sejtekben az anyagáramlás csak egyirányú, vagyis alulról fölfelé, a virág felé, illetve a virágtól lefelé történik szállítás. Oldalirányú átmenet a párhuzamosan futó csövekben soha nincsen. A rostasejteket, ezek a sejtek, amelyek itt mellette láthatóak, az úgynevezett kísérő sejtek kísérik. Ezek biztosítanak egy megfelelő szöveti alapot ahhoz, hogy a rostasejtek el tudják látni ezt a szállító szöveti funkciót.